A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Mai adásunk eltérő a megszokottaktól, amelyben őszinte tiszteletemet szeretném kifejezni egy barátomnak, harcostársamnak, munkatársamnak, akivel több mint egy évtizeden keresztül dolgoztam együtt a baleset és bűnmegelőzésben. Hittel vallom, hogy az életünk ugyanúgy csak egy állapota létnek, mint maga a halál. El kell fogadnunk, tudomásul kell vennünk, hogy az életet a Teremtőtől kaptuk, és egyedül, és kizárólagosan csak a Teremtő az, aki az életünk felett, így felettünk is rendelkezik. Végleg elment tőlünk egy férj, egy apa, egy többszörös nagypapa, a barát és munkatárs, az egykori rendőrtiszt, aki hivatásának eleget téve a munkáját mindig tisztességgel és becsülettel végezte el. Hazatért, hogy megpihenjen egy kicsit, és fentről letekintve ránk, onnan segítse munkánkat tovább. 2015. július 16-án Nagy Endre, nyugállományú rendőrőrnagy, a Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szolgálatok Szövetsége baleset és bűnmegelőzési osztályának az egyik vezetője, és a Ne legyen áldozat című baleset és bűnmegelőzési magazinműsor munkatársa hosszantartó betegség után elhunyt. Mai műsorunkban azt az utolsó tavalyi felvételt vetítjük le, amelyben Endre még egészségesen állt a kameránk elé. Kérem, tartsanak velem! Jó estét kívánok, kedves nézőink! Előző adásunkban azt taglaltuk, hogy az évtizedek alatt megváltozott gondolkodásmódbeli változás és értékrendbeli romlás hogyan hat ki a bűnözésre, a bűnmegelőzésre és a bűnüldözésre. Mai adásunkban a média szerepét vizsgáljuk meg mélyebben. Meghívott vendégeim továbbra is dr. Karamvölgyi László, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója, és Nagy Endre, nyugállományú rendőrőrnagy. Jó estét kívánok, üdvözlöm az urakat itt a stúdióban. Hát az előző adásban ugye ebbe kicsit belementünk mélyebben, hogy ez milyen módon tud kihatni a bűnözésre, a bűnmegelőzésre és a bűnüldözésre az elmúlt 30 év alatt bekövetkezett értékrendbeli változás és romlás. Avval a kérdéssel kezdeném, hogy gyakorlatilag minek köszönhető, hogy az elmúlt 30 év alatt egy romlási állapot állt be, holott ugye, ha belegondolunk, nagyon sok minden változott jó értelemben is, demokráciában élünk, utazni lehet, internet világában élünk, gyakorlatilag olyan szabad életet élhet mindenki, amilyen szabad életet csak akar élni, és mégis ennek ellenére minek tudható be, hogy van itt egy nagyon-nagyon negatív tapasztalat is, és negatív olyan élmény, amit azt hiszem az előző adásokban elég mélyen is ki is feséztünk. Tábornok úr? Nem az elmúlt 30 év, hanem az elmúlt 5000 év. Tehát most a napvilágot látott egy brit kutatás, ami pontosan ezt vizsgálta, hogy az elmúlt 5000 évben 3000 olyan génmódosulás történt az emberben, ami rendkívül lerontotta a mentális képességeit. Arról nem is beszélve, hogy fizikális vagy állóképesség területén is elég rossz a helyzet. Találtak egy 8000 éves csontvázad, amelyről egyébként kiderítették, hogy egy szántóvető, tehát fizikai, mezőgazdasági munkás volt, és ugye ennek elkészítették az izomrendszerét és egyéb ilyen rekonstrukciókat, és megállapították, hogy az az egyszerű mezőgazdasági munkás 8000 évvel ezelőtt jobb fizikai állapotban volt, mint mondjuk egy oxfordi sportoló diák, aki egyébként ugye valamilyen sportákban jeleskedik. Tehát romlak a mentális képességek, de butulási folyamatnak hívják ezt egészen pontosan. De azt kell mondjam, hogy ugye az elmúlt 30 év az gyakorlatilag sok tekintetben okozott pozitív változást is, és általában, hogyha most így ilyen nagyobb léptékekben beszélünk, akkor az evolúciós folyamatnak mindenfajta diverzifikációja, amikor megváltoztak a körülmények és az emberrel kapcsolatos mutációk is, az a javát szolgálta az emberiségnek. Tehát az evolúció az hozzásegített ahhoz, hogy most ilyenek legyünk. Az egy más kérdés, hogy 2000 év óta, ugye az időszámítás, vagy a Krisztus utáni időszakban hová jutottunk. Tehát Hamvas Béla mondja azt, hogy hát ma már a Földön ugye Édennek kellene lenni, paradicsomi állapotoknak, és hát közben nem ez van. De az elmúlt 30 év az több tekintetben érdekes.
Főleg az a kriminális robbanás, ami a rendszerváltozásnál bekövetkezett. Ugye beszéltünk a múlt adások egyikében is, hogy a 90-es rendszerváltozásnak voltak vesztesei, voltak nyertesei, hogy kik ők, azt nem nekünk kell megítélni. Nyilvánvalóan a szociológiai, szociálpszichológiai, társadalompolitikai kérdés. De az kétségtelen, hogy bizonyos társadalmi frusztráció, feszültség, konfliktus az negatívan befolyásolja. Ráadásul, hogyha közben van egy válság, ugye a kontratnyelvről is beszéltünk már, a bűnözés alakulását. Tehát én azt mondom, hogy a kriminalitás az nem csak az életérzésünket, vagy az életminőségét befolyásolja, vagy a szubjektív biztonsági érzetet rongálja, hanem az egész életminőségét is. Most nem akarok belemenni biológiába, meg különböző más tudományokba, de ugye említette Tábornok úr, hogy az elmúlt 5000 évben több génmódosulás történt az emberi testben, az emberi szervezetben. Egyébként akkor ezzel kapcsolatosan az agresszivitás, az erőszak, az is genetikailag eldőlő dolog, tehát ami az emberben lezajlik, hogyha neki van egy konfliktus egy másik egyénnel, vagy mással szemben, és ő valós vagy vilt sérelmeket táplál, akkor azt gondolja, hogy ha oda megy és oda csap, úgymond, akkor abban megvan oldva minden? Ez egy társadalmi szindróma? Annyira társadalmi szindróma, hogy tehát a 2000-ben elkészült az ember gén térképe, ugye? Teljes genomja. És azóta folynak a kutatások, és jelen állás szerint, vagy a modernkori tudományos álláspont szerint, ugye három általános jellemzője van a mai élő embernek. Itt fontos az általános hangsúlyozása, tehát mindenkiben benne van, az egyik az undor, a másik ugye agresszió, bosszúvágy, és ugye a harmadik pedig lenne a félelem. Most nincs közte a szeretet. Tehát ez általánosan jellemző valamennyünkre. Egyetlen egy ilyen faj van, ahol a szeretet az, ezt a másik hármat is megelőzi, ez a bonobók. Tehát azok a kis majmok, akik ugye a Kongó déli részén éltek, ahol évszázadokon keresztül nem voltak kitéve semmiféle evolúciós problémának. Tehát a szelekció az nem úgy történt, hogy az erősebb ugye a túlélésért leküzdi minden áron a gyengébbet, és ugye majd átörökíti a génjeiket. De az északi parton, ahol együtt értek mondjuk a homo sapiens-szel, a főemlősök, ugye csimpázok és egyéb ragadozók, azokban genetikailag kódolt volt az ez a három tulajdonság. És a szeretet ugye azért nem került e közé, mert nem fontos, nem tényező, nem attitűdrendszerű a túléléshez. De ez a három megvan, akkor ugye ez így alakult. Még mielőtt rámennék a fő témánkra, egy kicsit ugye ezt evé igyekeztünk bevezetni, megkérdezném, hogy ön szerint, vagy önök szerint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szerint, vagy akár ön szerint Tábornok úr, hová fog vezetni ez az út, ha ez így megy tovább? Kriminológiai szempontból vizsgálva. Erről is beszéltünk, vagy érintettük, hogy a 24. század legnagyobb kihívása a globalizációs technológiák okozta a kriminalitás, vagy ezeknek veszélye. Ugye két iránya van, nem jósolható meg ma sehol a világon, hogy a globalizációs technológiák hová fognak fejlődni. Tehát ez a prognózis homályos, a másik pedig lenne, ami még ennél is veszélyesebb, a felhasználási és alkalmazási területek nem tudhatóak. Tehát ugye ezt mindig szoktam mondani, hogy a késsel lehet embert is ölni és kenyeret is szelni. Ezek már olyan technológiák, futurisztikus technológiák, amelyekkel szemben egyébként a világ tudós társadalma igen markánsan föllépett, és etikátlannak tartja azokat a kísérleteket, amelyek ugye az emberi génállományban, ugye beszéltünk már korábban a Dolly-ról, ugye a klónizásról, de azt is kivitték, tehát az óceánon folytatták azokat a kísérleteket, amelyet a világ összes országa betiltott. De mondom még egyszer, a tudós társadalom ellenzi ezeket, Darth Vadereknek tartja őket. A másik oldalon pedig nagyon fontos lenne egy transznacionális civil összefogás. Tehát azt lehetne mondani, hogy a világ civil társadalma az államokkal karöltve meg tudja állítani ezt a kriminális veszélyt, de ezt most el kell kezdeni. 15 év múlva már késő. A média szerepe. Hogyha az ön által elmondottakat vesszük alapul,
hogy megtörténtek itt különböző génmódosulások az elmúlt 5000 évben, illetve a túléléshez nincs szüksége a szeretetnek, szeretetre gyakorlatilag az embernek, vagy a főemlősöknek, és csak egyetlen egy főemlősre vagy gerincesre jellemző, hogy a szeretet, mint genetikai létező elem ott van, akkor itt a médiának nagyon-nagyon komoly szerepe van abban, hogy milyen irányba fog menni egy társadalom, akár egy kisebb társadalmat veszünk alapul, mint mondjuk magyar társadalom, vagy akár egy európai társadalmat, vagy akár lehet venni a globális társadalmat. Milyen veszélyei vannak a médiának? Hogy Endre, a múltkori adásomban kifejtetted, hogy találkoztál olyan műsorral, ahol még büszkén azt is vállalták, hogy hogy lehet a börtönben, büntetésvégrehajtási intézetben különböző drogokat terjeszteni, meg birtokolni. És nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok olyan agymosó, az én szavaimmal élve, és elnézést kérek mindenkitől, aki úgy érzi, hogy ez sértő lenne, olyan agymosó, agylúgozó programok vannak, amivel negatív irányba lehet adott esetben egy fiatalnak az elméjét befolyásolni. Hogy látod ezt a kérdést a média szerepét illetően? Hát eve a témával, ugye mint nyugdíjas, azért kötődök egy szervezethez, és én most is rendőrnek vallom magam, mert előző adásban említettem, hogy ez egy hivatás, tehát ezt nem lehet úgy abba hagyni, és akkor kész. Itt az én saját véleményemet mondanám most el, hogy adott esetben itt több olyan szervezetet állít fel negatívan ezek a sorozatok. Például erről az egy sorozatról beszélve, ugye itt van egy büntetésvégrehajtási intézmény, amit szerintem ez a lejáratása, hogy ott bent azok a fegyőrök, akik szintén ki vannak téve, adott esetben még életveszélybe is, hogy simán napról napra, hétről hétre hogyan lehet őket korrumpálni. Ez az egyik. A másik dolog pedig az, hogy bent a rabok, tehát a BV intézetünkben nem ilyen a szellem. Nem így vannak kiképezve, felkészítve a büntetés végrehajtáson dolgozó kollégák, hogy meg lehessen engedni azt a rabok által közvetített viselkedési módot, ami ott úgy érnek, mint nincs semmi gonduk, van kaja, van világítás, fürdenek, akármi, szóval ez borzasztó dolog. A másik az, hogy egy másik filmsorozatban is az van, hogy Magyarországon működik szekta, hogyan kell szektát szervezni, hogyan lehet öngyilkosságra rákényszeríteni embereket, ezek mind olyan dolgok, hogy megint csak szerintem beszéltünk arról, hogy ezek felbújtók, vagy már széles értelemben, de ez szerintem nagyon irritálja. Na most, hogyha itt maradunk ennél a sorozatnál, ami ez a meghatározott televíziós csatornán megy időnként, nem is időnként, ha nyúlt a nőzre, én nem szoktam nézni nap mint nap. Tábornok úr, ez lehet, hogy egy tudatos lejáratás akar lenni azon állami szerveknek, akik mondjuk a börtönöknek a fenntartásáról és üzemeltetésről, hogy kell, hogy gondoskodjanak. Tehát egyszerűen azt mondja ez a média, hogy én fölmerem venni a kesztyűt még adott esetben a törvényhozással, az államaparátussal, meg bármivel szemben, a belügyminisztérium által képviselt és jogszerűen működő szervezetekkel szemben. Mert én körülbelül ilyennek érzem ezt, hogy én bármit megtehetek, velem úgy sem fog semmi történni, mert olyan hatalmas nagy demokráciában élünk, és én azt csinálok, amit akarok. És tudjuk, hogy egy nagyon komoly televíziós csatornáról beszélnek ennek pillanatban. Igen, de nem gondolom, hogy tudatos lejáratásról van szó, bár azzal egyetértek, hogy a média bármennyire is ugye azt gondolják, hogy ez didaktikus vagy alkotmányjogilag erőltetett, egy független hatalmi ág. Az egy más kérdés, hogy Magyarországon érvényesül ennek a szeretnek bármiféle napi pozicionálását nem látom, de mindegy, azért a média az relatíva önálló. Én azt látom inkább, hogy ugye meg akar felelni egy olyan fajta rosszul értelmezett nézői igénynek, amely ugye az entertainmentből indul ki, ez a 70-es években Amerikában, Európában. A celebritás ugye az Angliában terjedt el, tehát ugye ez ott így is hívják, tehát a celeb szó onnan ered, és abból származik, hogy mindenkinek jár 15 perc, ugye a média híresség. De már rég nem erről van szó. Tehát ugye az a lényege, hogy azt gondolják, hogy
amit ugye a néző, tehát amit az étlapot, ugye ők állítják össze, és ebből választhat a néző. Na most az a bajom, ami még a relatív önállósága be is, az a bajom, hogyha egy időben kezdődnék mind a, mondjuk minden televízióban a hírműsor, most még talán a sorrendisége is azonos a bűnügyi híreknek, de mindegy, itt az egyidejűségről van szó, és azonosságról, akkor az egy alkotmányos alapjogot sértenek azáltal, hogy rendkívül módon csorbítják az állampolgár információ szabadságát, mert nincs választási lehetősége. Míg mondjuk ellentétben az interneten bármit, bármelyik portált megnézhetem, és azon belül bármelyik cikkeket, és biztos, hogy egy időben ugyanaz nem lesz, sőt, tematikusabbak is. Tehát én azt mondom, hogy nem akarják lejáratni. A másik meg azért, tehát én azt állítom, hogy Magyarországon a büntetés végrehajtás, mint szakma, mint rendszer, mint hivatás, Európában az egyik legjobb. Tehát most jelentézve ezt a műsort, nekem ezt ki kell jelentenem, nem a mundér becsületét védeni, mert sem ők, sem a rendőrök, vagy a katasztrófa védelem nem szolgált rá, de azzal egyetértek, hogy az állampolgárok, vagy a tájékozatlanabb állampolgárok értékítéletét negatív irányba befolyásolhatják ezek a műsorok, de ez ellen azt tud tenni, ugye, akit érint. Most elnézést, még, erre egy, még egy mondatot mondanék, elnézést, csak egy kicsit meg vagyok fázva. Hogy nem akarom kimondani az a különböző ilyen összezárt szerepsorozatok. Szóval ott az a stílus, hogy egymással viselkednek, az a trágárság, ami elhangzik, az a, az erkölcstelenség, amit ott bemutatnak, és utána ezt megnézzük, csak elnézést, még egy mondat, hogy a nyertesek szerintem óriási pénzeket kapnak egy évig, lakás, kocsi, akármi, és ha megnézzük ezeket a sorozatokat, akkor gyakorlatilag vagy elzüllik, vagy drogos lesz, nem, tehát vagy elküldi én ezt a pénzt. Egyet sem tudok mondani, aki normális lett volna. Tehát ezért válik belőle, és a másik pedig az, hogy azok a nézők, akik úgy, most nem tudom, hogy föl vannak sokkolva, vagy nem tudom milyen hatásra, hűítik őket abba, hogy telefonáljanak be, és egy telefonnél kapnak három üveg bort. Csak mondok valamit, mert ilyen is van. Szóval most nem akarok visszatérni, hogy izóórára gyűjtöttek, hogy kiszabadítsák a rabszolgasságtól, tehát ez népbutítás, szerintem. Véleményemet mondom. Ez gyakorlatilag ez lehetne azt mondani, hogy cirkuszt a népnek, mint régen mondták a rómaiak, és most ez lenne a modernkori cirkusz, hogy a média a népnek az ópiuma. Igen, ugye erről beszéltünk. Azzal egyetértek, hogy a Mars a múlt században, vagy meg azt megelőzően, ugye a 19. században mondta, hogy a vallás a nép ópiuma, és hogyha ezt most áthozzuk ugye a napjainkra, akkor azt lehet mondani, hogy a média a nép ópiuma, ezzel egyetértek, de nyilván nem Marstól származik, hanem mostani média elemzőktől származik. Viszont ugye azt látni kell, hogy ez a fajta, amit ugye utaltam erre, ez az entertainmentre, ez a szórakoztató, gyakorlatilag azt is mondhatnám, hogy picit igénytelen műfaj, azt tetszik az embereknek. Tehát minden a nézettségért megy, tehát hogy a hírversenyben, a nézettség az pénzt is jelent, persze a hirdetés, de a hírversenyben ugye ezt szerintem helytelenül értelmezik, csak miután már itt a kereskedelmi tévék beindulása óta majdnem fölnőtt egy generáció, ugye? 97 óta. Az 17 éve. Tehát majdnem fejlődött. Aki mellesleg most már nem az Y, hanem a Z generáció, tehát mások a hírfogyasztási szokásai. Na most, hogyha ilyen AGV adatokat nézzünk meg, akkor ezeket a műsorokat nem az Y, meg pláne nem a Z generáció fogja nézni. Tehát egyfelől a hírfogyasztási, másfelől a szórakoztatási szokások is megváltoztak. És ebből kifolyólag azt gondolom, hogy bizonyos műsorok lehetnek demoralizálóak, de ez feltételes módban mondom, amit viszont állítok az, hogy rossz a minta. Tehát, hogyha azt sugallja a média, hogy könnyű pénzkeresési lehetőség, mindenfajta képzettség, morális tartás nélkül lehetséges, ugye ez egyébként is egy hazug üzenet, akkor ez rossz minta.
Nem az kellene inkább ezeknek a nagy nézettségnek, örvendő televízió csatornáknak és műsoroknak sugalni, hogy dolgozni kellene, tanulni kellene, tiszteletet tanúsítani az embertársai iránt, megvédeni a magán és a közvagyont, hogy lehet hasznos tagjaként élni egy adott társadalomban. Nem inkább ezeket kellene sugalni? Kérdezem az urakat. Mert én is úgy látom, hogy borzasztó nagy a felelősség a médiának. És nem mindegy, hogy mit fogunk akár egy kiskorúnak, akár egy nagykorúnak üzenni. És hogyha nagyon sok helyre el szoktam menni, akkor azt látom, hogy a legtöbb helyen a két vezetőt kereskedelmi csatornát nézik az emberek. Nálunk otthon például a fiam, aki 11 éves még nincs, ő nem hajlandó ezt a két csatornát nézni. Egyszerűen ő azt mondja, hogy ő erre nem kíváncsi, sem a puff-puff-puff lövöldözésre, sem a vére, és egyszerűen más csatornákat keres. Hogy látják ezt az urak, hogy nem inkább ebbe az irányba kellene elmenni a médiának? Hát adott esetben, amit a Laci említett, hogy egy műsoridőben minden csatornán akárhova kapcsolgatunk, mindig ez jön ki. Tehát nem tudok más nézni. Vannak olyan csatornák, ahol tényleg az van, hogy a valóságot próbálják feltárni. Nem a pénzszerzés, mert ha azt nézzük a kereskedelmi részről, ha üzleti részét nézzük, hogy nekem hasznos, ez jó, mert ugye ebbe a telefonon, ebből is sokkal, csak az, amit sugal. És az a baj, hogy sajnos sokan nézik. Tábornok úr, az internet és a televízió közötti különbségek, mint média, mennyire másabb egy internet, és mennyivel adott esetben nagyobb lehetőséget a fogyasztónak arra, hogy alternatív módon el tudja dönteni, hogy ő mire kíváncsi és mire nem? Hát abszolút, ugye az internet az már a Neumann galaxisnak a része, és ugye a Gutenberg galaxis ezzel véget is ért sajnos, bár nem azt mondom, hogy mindenható ez a fajta digitális világ, de az internet, ugye, ahogy említettem, mások a hírfogyasztási szokások is, sőt, ez az Y-generáció sokkal kritikusabb, tehát miután korlátlan lehetősége van különböző portálokat megtekinteni, nem veszik készpénznek ugye a híreket. Adott esetben egy-egy magyar hírportált ugye külföldi csatornákon keresztül is ellenőriz, és nagy fenntartásai vannak. De a közélet vagy a rendészet iránt a legkevésbé érdeklődik, tehát az 5%-a nézi meg a rendőrségi híreket. Ugye az Z-generáció meg még rosszabb lesz, de már ebből a szempontból félrejtés ne esik, csak a hírfogyasztási szokás, lehet, hogy nagyon kitűnő emberek lesznek, de ha kommunikáció szempontból veszem, akkor ez egy kihívás. A másik pedig lenne, hogy azért az internetnél, sokan bírálják, de én most pártolni fogom, az internetnél ugye van egy filter. Tehát amikor a televízióban kiraknak egy karikát, ugye, és még elmondják, hogy nem ajánlott, csak nagykorú felügyelet, stb. És a TV-n is lehetne ilyen szűrőprogramokat gondolom beépíteni, de még mielőtt eljutok a kritikus hírekhez, vagy anyagokhoz, vagy fölhívja, addig többször fölhívja a figyelmet ugye a tartalomszolgáltató arra, hogy mi fog következni. Most arról nem is beszél, hogy a szülő letilthatja a gyerekeket az ilyen oldalak látogatásáról, de mintha azt tapasztalnám, hogy ott nagyon felelős szerkesztési gyakorlat van, valószínű azért, hogy mert nincsenek terjedelmi korlátok. Tehát egy blog akár lehet 5 oldal is, meg 3 sor is, nyilván valami publicisztika, de látjuk a hírekben is. Ezt meg kell szoknunk, tehát az internet egy új világ, vannak veszélyei, különösen az internettel, mint eszközzel elkövetett bűncselekményekről beszélek, de az megint egy másik adás témája lenne, és ez exponenciálisan növekszik. Tehát ugye 2 évvel ezelőtt nem véletlen hozta létre 2012-ben az Európai Unió az internetrendőrséget. Tábornok, akkor 30 másodpercünk maradt, egyetlen egy kérdést szeretnék, de csak szörnyűmenten érinteni, ezt talán a következő adásban fogjuk tudni bővebben kifejteni, hogy a jogos védelem kiterjesztése 2012-ben megtörtént. Az elmúlt 30 éves változásnak köszönhetően terjesztette ki a jogalkotó a jogos védelemnek a fogalmát? Pontosan így van, és több mint 30 évben, ugye a 78 évi 4-es törvény, tehát a korábbi BTK is tartalmazta a jogos védelmet, de egyetértek, ez most egy kiterjesztett értelmezése és szankciórendszere. Innen fogjuk folytatni a következő adásunkban. Nagyon szépen köszönöm az uraknak, hogy a rendelkezésünkre álltak. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját munkra is, hogy ne legyen áldozat.